A kutatás szerint a zöldségek, a gyümölcsök, a tejtermékek nagyobb mértékben jelentek meg a bevásárló kosarakban, és csökkent az alkoholos italok, a sósrágcsálnivalók, az édességek, a cukrok és az energiaitalok beszerzése. Így valószínűleg a fogyasztása is a vírushelyzet alatt. Most az ajánlások miatt, illetve hogy mindenki próbálta megőrizni egészségét, hogy minél kevésbé legyen fogékony a vírusra, ezért úgy tapasztaltuk, illetve a tanulmányok is azt prezentálják, hogy most különösképp figyelnek tényleg erre a magyarok. Az étkezési szokások igen, a sportolási kedv viszont nem pozitív irányba mozdult, ugyanis a felmérés szerint a magyarok még mindig kevés időt szánnak a testedzésre. Hát az étkezési szokások javultak nagyon sokat, pont ebből kifelak, hogy a mozgás ugye háttérbe szorult, meg azért beültették az emberek fülébe ezt a dolgot, hogy koronavírus, egészséges életmód, stb., amivel nem is nincs is akkora probléma, viszont az immunrendszer erősítése, sportolás ugyanakkor a szerepet játszik ebbe az egész védekezésben, mint bármilyen más tényező. A kutatók következtetései alapján a többség jól alkalmazkodott a megváltozott élethelyzethez, és a vírus lecsengése után is nagyobb figyelmet fordít a tudatosabb és előre megtervezett bevásárlásra.